Szadán 2014. október 1-én idősek világnapi ünnepséget rendeztek a helyi Margita idősek otthonában. A programot Vécsei László parlamenti képviselő nyitotta meg. El kell mondjam, hogy a kormányzat és az önkormányzatok együttműködése, ha ez problémamentes, akkor nagyon szép eredményeket tud produkálni. Ugye önkormányzatként bizonyára sokan emlékeznek rá önök közül is, hogy minden évben itt vagyunk, ünnepnapokon vagyunk általában itt, karácsony, idősek világnapja, szüreti bál nevezetes események alkalmával, és eddig mindig igyekeztünk, bízom benne, hogy ezután is fogunk, hogy az önkormányzat részéről, a község részéről kifejezzük azt a szimpátiát, azt a szeretetet, azt az együttműködési készséget, amit az idős honfitársaink iránt, az otthon lakói iránt érzünk. Jelképes dolgokkal, apró ajándékokkal, vagy a megjelenéssel, esetleg egy-egy műsor szervezésével. Ez az, amit az önkormányzat meg tud tenni, és azt gondolom, hogy minden olyan önkormányzatnak, amelynek fontosak az idős polgárok is, kötelessége, hogy ezt megtegye. Az önkormányzat vezetői ajándékkal érkeztek, Szép Szada című képeskönyvvel kedveskedtek az otthon lakóinak. Az intézmény vezetője, Havai Ildikó Vécsei Lászlótól vehette át a dedikált kötetet. A program a Székely Bertalan napközi otthonos óvoda csemetéinek előadásával folytatódott. Elkerekítem kőketán, szőketán, szőketán, szíkerekítem, megkerekítem kőketán. Halkan puhán szirom perek, simogatja öreg keze, piros szekfű halvány rózsa, téged köszönt nagy anyóka. Rajzoltam egy vonatot, a vonatra ablakon, ablakon egy nagy apát, ölébe egy unokát. Én vagyok az unoka, nagyapám a nagypapa. Az ablakban mi vagyunk, indulhat a vonatunk. Szeretnék egyes katica bogárka, elindult megnézni, mi van a világban. Hívta a gyöngyvirág, hívta a varrózsa, ide is, oda is, bepukkant egy szóra. Egy kis huncu szélgyerek a levelet kergetett, össze-vissza kavarta, feldobálta magasra, rászorta a fejemre, leráztam én nevetve, feldobáltam fel az égbe, kapaszkodjon meg a szélre. Az iskolások verscsokorral és zenés műsorral kedveskedtek az időskorúaknak. Blaskó Mária, jó tanács! Hallgassunk az okosabbra, és jól fogunk járni, okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni. Hallgassunk az öregekre, ők már sokat átéltek, ifjú ész, új könyv, divat, ezzel föl nem érnek. Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága, áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára. Hallgassátok, mit súg szíveteknek jó Isten, mert őt nála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen. Fecske Csaba a nagymamánál. A nagymamánál jó, csak ott igazán. A nagymamának sok keze van, ez igaz, ám az egyikkel főz, a másikkal mosogat, a harmadikkal a kezemet, nem, a fejemet, egy dudort burogat. A nagymamánál jó, mert ott van nagypapa. A nagypapa a mezőről tücsökszavú estét hoz haza. Úgy várja a nagymama. A nagymama reszked, de fogja a kezedet, s elvezet a gondon át minden félős unokát. A nagymama rosszul lát, de visel egy ukolát, pulcsit köz és verset szavar, rézűsből lekvárt kavar. A nagymama lába fáj, mégis veled szaladgál. Versenyt fut az idővel, majd megérted idővel.
A nagymama elringat, simogat és puszilgat, hallgass meg, hogy mit mesél, s az ő álma te legyél. A nagymama szíve nagy, neki jobb sincs gyerek vagy, néha-néha öleld át a nagymamát, a nagymamát. Bujáki Lívia, álmodik a nyár, hűvösek az esték, lassan itt az ősz, nagymama meg éppen szilvalekvárt főz. Üvegekbe zárva álmodik a nyár, miközben az ősz már a kapuban jár. Alma hull a földre, íze fanyarám, hűvös őszi kertbe kiül nagyanyám. Feje fölött árva cinege beszél, miközben leveleket kerget ölébe a szél. Havai Ildikó, a Margita Idősek Otthona igazgatója ünnepi köszöntőjében az idősek tiszteletét hangsúlyozta. Az idősek napja az idősek tiszteletéről szól. A tiszteletük magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és azt a kifejezést, hogy hasznos tagjai a társadalmunknak. Szükségünk van rájuk, mindarra az élettapasztalatra, higgadt bölcsességre, amit önöktől tanulhatunk. Mindarra az elfogadásra, türelemre, amivel önök tanítanak minket. Nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján szeretettel gondolunk az idősekre. A mi feladatunk az, hogy támaszt nyújtsunk a pihenés éveiben. Vigyázni, segíteni az öreg, hogy öregkorhoz méltó életet élhessenek. Érezzék, hogy nincsenek egyedül, hogy szeressük önöket és fontos részei életünknek. Kedves kollégák, kedves fiatalok! Miközben a köszöntő beszéden gondolkodtam, az jutott eszembe, hogy vajon mi megteszünk-e mindent a köztünk élő idős emberekért, és ekkor Turóczi Zoltán Tanács című verse jutott eszembe, melyet mindenkinek szeretettel ajánlok figyelmébe. Turóczi Zoltán, Tanács, részlet. Ma még tiéd körülötted minden, agybel adhatsz belőle, adj hát kinek nincs, mert jön egy nap, talán nem sokára, s kihullik kezedből minden földi kincs. És nem lesz tiéd többé semmi sem, tollad, virágos párnád másra vár, mit maga köré épített egy élet, nem lesz több, mint összeomló kártyavár. Ma szólhatsz még jóságos meleg szóval, testvéredhez, ki szenved, szomorú, vigaszthod szavad zengő muzsikája, s tál rózsát hajt egy tövis koszorú. Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, harmadként hújjon szerető szavad, mert jön egy nap, hogy elnémul ajkad, és soha többé szóra nem fakad. Ma kezed még erős, lábad fürge, szolgálhat szegényt, árvát, beteget, ma törölhetsz verejtéket, könnyed, ó, most segíts, ha teheted. Csak az lesz a tiéd, amit odaadtál. Csak az, mi minden kincsnél többet ér. A tett, a szó, mit szeretetből adtál, veled marad, örökre elkísér. Miután október 1-e nem csak az idősek ünnepe, hanem egyben a zene világnapja is, a muzsika szeretetével összhangban a zeneiskola növendékei is hoztak műsort az otthonba.
Az otthon lakói megköszönték a kedves programot, majd az időskorúak kérésére Petneházi Balázs önkormányzati képviselő meghívására Békési Kocsor Irén nótaéneke szórakoztatta a jelenlévőket. Maestro! Music! Soha senki, hajnal csillag az égen, nem ragyogsz te igen, mint a babán fekete szemed. Hajnal csillag az égen, nem ragyogsz te úgy igen, mint a babán fekete szemed. Hogyha végig legyek az utcán, jaj, de sokan kacsingatnak rám, félre nézek nevetve, most mindig az jut az eszembe, hogy szem a babám fekete szeme. De félre nézek nevetve, most mindig az jut az eszembe, hogy szem a babám fekete szeme. Nevetve, most mindig az jut az eszembe, hogy szem a babám fekete szeme. Félre nézek nevetve, most mindig az jut az eszembe, hogy szem a babám fekete szeme.